A képzőművészet és az irodalom találkozott egy kivételes barátság jegyében a Vörösmarty Társaság Kossuth utcai termében. A kettős esemény egyik szereplője Bobori Zoltán, akit születésnapja alkalmából is köszöntöttek, illetve barátja Benkőcsi Gyula is szerepet kapott, akinek a Még él az öreg fa című kiállítását nyitották meg. A Domkanyarban, az Ürémi templomban együtt voltunk kint 1991-ben egy zarándokúton, és ott ismertem meg őt, és azóta tart a barátságunk, és ez hála Istennek nem egy ilyen szokványos baráti kapcsolat, hanem egy kicsit összeköt minket a festészet és a líra költészet. Ez a negyedik közös, olyan értelemben közös kiállításunk, amit én nyitottam meg. Benkőcsi Gyula az utolsó, aki a római iskolának követője, ezért is különlegesek a képei, ilyen stílusú alkotásokat ritkán lehet látni magyarországi kiállításokon. A festőművész elmondta, 7 évvel ezelőtt rendezték meg az esemény első felvonását, akkor ő volt 77 éves, most Bobori Zoltán töltötte be ezt a szép kort. Akkor rendeztünk ugyanitt egy előadói esten összekötött kiállítás megnyitót. És hát most eltelt 7 esztendő, és úgy gondoltuk, hogy repetázunk, és még egyszer megismételjük a dolgot, azzal a különbséggel, hogy ő most 77, én meg hát ugye 84. És ebből az alkalomból készült ez a kiállítás. A kiállításon az első a képzőművészet és az irodalom találkozása egy barátság jegyében című program óta készült alkotásokat tekintetik meg az érdeklődők. Benkőcsi Gyula tárlata december 6-áig látogatható.